Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban folytatódik a WWE 2K24-ben a Universe mód. Kérem szépen, érkezik a ringbe az ember, ki a Vendettán legyőzte a korábbi WWE Superstar Elijah-t, és ezzel megvédte a HCV bajnoki címét. Érkezik a ringbe a védelmező Tihanyi Péter. Kérem szépen, így is van, óriási csatát vívott, kérem szépen, ez az ember a korábbi WWE Superstarral szemben, a Vendettán, ugye a WWE-ben Elias-ként volt ismeretes, és hát azt az embert legyőzte Tihanyi Péter, és folytatódik a regnálása. Kérem szépen, mint a HCV bajnoka, és tényleg óriási győzelmet aratott, és kiválóan, vagy hogy is mondjam, egyre jobban belenő ebbe a becenévbe, ami ráragadt ezen regnálása alatt, hogy ugye védelmező, Tihanyi Péter a védelmező, tényleg maximálisan úgy gondolom, hogy tényleg Tihanyi a védelmező, igaz, a szerint, és ő ezt rendre bizonyítja. Üdvözlök mindenkit, itt az Undergroundon, túl vagyunk a Vendettán, ahol címet védtem egy korábbi WWE birkózó ellen, és habár alaposan feladta a leckét Elijah, de én jól vettem az akadályt, és ő is megtapasztalta, hogy nem hiába vagyok én a védelmező. És most az évnek egy olyan szakasza jön, ami mindig izgalmas a számomra, hiszen a következő gála a második legnagyobb gálája a HCV-nek a véres november után, és ugye ez a dicsőség napja. Közeleg a nap, ami egybeforda lehetőségekkel, a meglepetésekkel, és természetesen a dicsőséggel. A nap, ahol minden rostertag bele akarja tenni a 110%-ot, hiszen mind jól tudják, hogy azon a napon lehet a legjobban megmutatni, hogy mire is képesek. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ki lesz az ellenfelem a dicsőség napjára, de bárki is lesz az, nem fog tudni megállítani abban, hogy teljesítsem a kötelességemet, mint HCV bajnok, és egyben mint a védelmező. Mondja ezt Tihanyi Péter, így is van. Így is van. Tihanyi Pétert hallottuk. Ajaj, az ott ki? Az ott Koppány, te jó ég! Koppány megtámadja Tihanyi Pétert. Koppány, aki a Vendettán Dover győzte le egy koporsós mérkőzésben. Most itt van, és megtámadja a HCV bajnokot. Azt a mindenség, még félre is nyeltem. De vajon... Vagy hát sejtem, mi a célja ezzel Koppánynak. Sejtem, mi a célja ezzel Koppánynak, de erre semmi szükség nincs az ég egyet a világon. Te jó, hogy Koppány most mire készül? Mire készül Koppány? A Spear! A Spear lelkaszálja a HCV bajnokát, Tihanyi Pétert! A misztikus ős magyar! A brutális támadás! Koppánytól! Hú, te jó ég! Na de ezek után jöjjön a nyitó mérkőzése a mai Undergroundnak, ami egy tag team mérkőzés lesz. Kérem szépen, érkeznek az első részvevőjének a mérkőzésnek, az első csapat. Markus Mitra, a spártai harcos, és Yorgos Kanonis, a görög ostromgép, ők ketten a spártai légiósok, akik érkeznek is a ringbe.
van. Érkeznek a ringbe fátaljak. Erre a tag team mérkőzésre. Itt a mai underground nyitó mérkőzése gyanánt. Egy nagyon elismert csapatról beszélünk, korábbi HCV tag team bajnokokról is beszélünk. Nagy mérkőzés lesz ez, hiszen ugye az ellenfeleik is hasonló rezumével rendelkeznek. Hasonló elismertséggel. Kérem szépen, érkezzek a ringbe. Érkezzek a ringbe. Ikarus és Robert Dreisker. Az Amboss. Érkezik a ringbe. Ők lesznek az ellenfelei a spártai légiósoknak. Hát maradjunk annyiban, hogy elismertek, de maradjunk annyiban, hogy az, hogy elismertséget nem tisztességgel vívták ki, vagy hogy mondjam, nem tisztasággal vívták ki. De igen. Azért kétségkívül az Ambossnak híre van egész Európában, vagy inkább hírhett az Amboss egész Európában. Tényleg egy nagyon veszélyes csapatról beszélünk. Ugyebár itt ebben az alternatív univerzumban Dreisker, Ikarus és a Milan alkotják ezt. Az a Milan, aki egyébként a jelenleg regnáló Revolution bajnok. Aki ugye Milan az Ambossnak a protezsáltja, kvázi. No. De elkezdődik ez a mérkőzés. Ikarus és Marcus Vitra kezd. De ebben az esetben Marcus Vitránál van a súly és erőfölény, és ez mégis mutatkozott itt most az előbb, ahogy egy fejjelés rejből földre teremtette Ikarus, de most jön Ikarus. És Ikarus mutatja most gúnyosan Mitrának, hogy jöjjön itt utána a kombó után, és hát jön is Mitra egy hatalmas egy clothesline-nal. És elkezd egy gyepálni, elkezdő itt legelni Ikaruszt. Most a spártai harcos. Ikarus ráesik a kötélre, és onnan küldi őt Mitra. Hatalmas nagy csopok. Te jó ég, micsoda sztrájkok, majd pedig olyan egy DDT. DDT Marcus Mitrától, abszolút most ő van kontrollban ezen a mérkőzésen, kérem szépen. Megkérdez, Mitra nem tud, de most Ikarus sem. Megindul a spártai harcos ismét. Jól kezdjük a mérkőzést a spártaiak, azt kell, hogy mondjam. Jön be Jorgos, megtörtént a váltás. Ó, azt a mindenségét, hogy megreptették Ikarus azzal a double backbody droppal. Tus helyzet, de nem jön össze Jorgosnak a tus. Jól kezdi, tényleg, a spártai légiósok ezt a mérkőzést. Jorgos Kolonis, abszolút kontrollban. Azonban jön Ikarus hátulról. Tehát Ikarus ellen, ha valaki, akkor Ikarus ellen nem érdemes. Nem érdemes róla levenned a szemed, vagy levenni a szemedet gyakorlatilag. Nem tudom, mit akartam már mondani. Mert hát igen, Ikarus nem merest kihasználni minden adandó alkalmat arra, hogy előnyhöz jusson. És az itt is most jól megmutatkozott, hogy nem is hezitált a kapcsán, hogy hátba támadja Jorgos vagy nem. Most már Dreisker a legális, aki egy STO után most tussa megy, de Jorgos Kolonis ki tudott rúgni. Azonban Dreisker rajta marad Jorgos, és egy hatalmas szuplexel érkezik. Az osztrák lavina. Most helyzet ismét, de nem. Dreisker megragadná Jorgos, de nem sikerül neki. Azonban most jön Jorgos. De nem tud. Mert Dreisker az, aki most meg tud indulni. Ahogy te jó ég. Hatalmas egy fejelés, Jorgos a földön, Dreisker visszaváltja Ikarus a mérkőzésbe. Tényleg, Ikarus és Dreisker két nagyon veszélyes birkózó. Nagyon sokoldalúak, nagyon tapasztaltak, és nagyon nagy stratégiai gógyival rendelkeznek.
Tehát tényleg. És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a stratégiai gógyit általában piszkos húzások tökéletes kihasználására használják legtöbbször, és ez... És ezért is olyan nagyon veszélyes csapat ez. Ajaj, de most ezt nincsen még Ikarusztak. Beváltja Dreisgert ismét. Dreisgert pedig merre vagy a Jorgoszt? Azt a mindenségét fordított DDT-vel érkezik. Az osztrák lavina. De ahol leüti Mitrát. Nem is ő volt a legális, szóval erre semmi szükség nem volt, de Dreisgert már csak ilyen. Most usra megy, de nem. Jorgos Kononis ki tud rúgni még mindig. A görög ostromgép nem adja fel olyan könnyen. Most Dreisgert beküldeni őt a sarokba, de nem jön neki az össze. Jön Jorgos, de nem tud jönni. Mert jön Dreisgert. Azt a mindenségét neki. Hatalmas nagy sztrájkok. Beváltja Ikaruszt. Azt a mindenségét. Bordájára. Szerencsétlen Jorgosz, majd pedig Ikaruszt most megkarmolja Jorgosz Kolonisz hátát. Majd pedig most befogja, felkapja és betalál. Betalál a Hungarian Arrow Ikarusz. Falcon Arrow variánsa. De jön Markus Mitra és azonnal megtöri a tust. Hát igen, ha már az előbb leütötték, akkor már ez a minimum. Jön Ikarusz, de nem tud jönni Jorgosszal a fejjelés és megvan a tag. Markus érkezik egy hatalmas egy clothesline-nal. Szedi fel Ikaruszt a földről. Egy újabb clothesline a spártai harcostól. Majd pedig azt a mindenségét könnyedén hajtja be az apronról, be a ringbe Ikaruszt, és leküldi most Dreisgert. Na nézzük, Mitra. Olyaj, hatalmas egy German suplex. Tussa is megy, Markus Mitra itt van a spártaiaknak az esély a győzelemre, de nem. Ikarusz ki tud rúgni. Ki tud rúgni Ikarusz. Valahogyan. De Mitra továbbra is támadja. Rajta marad Ikaruszon, nem veszteget semmiféle idő sem. Markus Mitra hatalmas a taposása Ikarusz karjára, majd pedig küldi be a sarokba, és ott kezdi el gyepálni Ikarusz, de nem tudja, mert most Ikarusz vissza tud támadni. De nem, most Markus jön vissza, ott jön felkapja Ikarusz, mire készül? Go Home Driver Markus Mitrától. Meg lehet a mérkőzés, de nem. Te jó ég, megvan, Jorgosz a legális, de ezzel a Ikarusz eljutott Robert Dreiskerig. Dreisker és Jorgosz. Jorgosz jönne, de nem tud, most jön Dreisker. Ajaj, de most jön Jorgosz, hatalmas egy headbutt, leküldi bele Dreiskert. Dreisker most, próbálna visszazámolni, de nem tud. Ó, de ez a csapos meg van Dreisgertől. Hatalmas az ütések, adok kapok a két behemót között. Most pedig Jorgosz az, aki küldi Dreisgert. De Dreisgertől megvan a kicktörege. Érkezve, de nem tud. De ezt elhajolja. És most Robert Dreisker, Jorgosz Kolonisz torkára támad, majd pedig felkapja Jorgoszt, és ott van a Death Valley Driver. Robert Dreiskertől tussa megy, de jön Markus Mitra, és megmenti a mérkőzést a spártaiaknak. De most azért Dreisker leküldi Markus Mitrát, és készül befejezni ezt a mérkőzést. Ó, de nem, most Jorgosz tudott kontrázni azt a mindenségét. Hatalmas a Spinebuster Jorgosztól, de nem,
Ott van Ikarus és megmentette a mérkőzést, vagy az Ambos számára, ugye már nem volt ott Marcus Mitra, hogy esetleg ne hagyja azt Ikarusnak, hogy megtörje a számolást, mivel ugye Draisaitl leküldte őt, úgyhogy ez így nem volt szerencsés. De én még mindig le vagyok ott ragadva, hogy Marcus Mitra hogy tudta így kiemelni Robert Draisaitl, bocsánat, Giorgos Kolonis hogy tudta ilyen könnyedén, a semmiből kiemelni Robert Draisaitlt. Olyan, de most Draisaitl felkapja a vállára Giorgos Kolonis, már megint majdnem Marcus Mitrát mondtam. Megvan a Power Slam, leküldi Marcus Mitrát. És most pedig Draisaitl küldi a sarokba Giorgos Kolonist. Most mire készülne? Megvan a tag. Olyaj, Draisaitl felkapja Giorgost és Ikarustól. Ott van a hatalmas, hogy Enziguri. Azt a mindenségét, micsoda double team manőver. És itt a vége. Itt a vége ennek a mérkőzésnek. Az Ambos legyőzi a spártai légiósokat. Wow. Így van, hogy ugye Draisaitl leütötte ott Marcus Mitrát, nem tudta megtörni a számolást. És utána pedig betalált ez a hatalmas nagy páros befejező manőver az Ambosztól. A Buckle Bomb kombózva egy Enzigurival a tarkóra. Elég hatásos, azt kell, hogy mondjam. Elég hatásos kombináció, ami meg is hozta az Ambosztnak a győzelmet. Hát így, kérem szépen, ugyan piszkos praktikákat bevetve ugyan, de így is a győzelem az Ikarus és Robert Draisaitlé. Itt a mai Undergroundon a győzelmet aratott az Ambos. Egyébként, ha tetszik, és nem akarsz lemaradni az elszasonló tartalmakról, akkor iratkozz fel, és gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni a Birkóról, vagy bármi másról is. És a közösség tagja lehetsz, valamint részt vesz szavazásokon is, és feltedd a kérdéseidet a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretén belül meg fogok válaszolni. A link megtalálható a videó leírásában. Így van, mindenképpen gyertek fel a Discord szerverre. Ott van a link a leírásban. Na de! Jöjjön a következő mérkőzés, itt a mai Undergroundon érkezik a ringbe a feltörekvő Zétény, az a Zétény, akinek a Vendettán, kérem szépen, karrierének legnagyobb lehetősége adatott meg, hiszen megnyerte az első számú kihívó jogot még a Vendetta előtt a Revolution bajnoki címre, és hát így kapott is egy lehetőséget a Revolution bajnoki címre a Vendettán, a Milán ellen, az Ambos protezsátja ellen, hiszen ugye mi nem a Revolution bajnok, és azonban Zétény sajnos alul maradt, pedig nagyon kiválóan küzdött, és tényleg nagyon közel járt ahhoz, hogy Revolution bajnokká váljon, de végül nem jött össze ez neki a Vendettán, és hát a mai ellenfele Zétény meg nem lesz sokkal egyszerűbb, mint Milán. Sőt, szerintem semennyivel nem lesz egyszerűbb, hiszen érkezik a ringbe egy korábbi rekordidej regnáló HCV bajnok, a parti állat, Boldo Brown érkezik a ringbe. Az a Boldo Brown, akinél minden egyes alkalommal meg kell említenem, hogy ő volt az ember, aki visszavonultott a PT-t a Vires November 8, a Vires November 7-en, bocsánat, itt már összekavarodok már teljesen. A Vélet November 7-en ő volt az, aki visszavonultott a BT-t egy karrier kontra karrier Iron Man mérkőzésben, de akkor azt már is azt hozzáteszem, hogy amúgy ott volt egy mélyütés ám a bíró által mögött, de Boldo mióta ez megtörtént, azóta ő kéri, hogy ezt mindig mondjam be, úgyhogy bemondom inkább, mert nincs kedvem most vele hadakozni, maradjunk annyiban. Szóval, a feltörekvő Zétény kontra a parti állat Boldo Brown, aki Boldo Brown már egyből el is kezdte, el is kezdett gúnyolódni Zétényen. A Zétény odavágott neki egy komoly forearmot, de most Boldo Brown visszavágott Zétének egy komoly clothesline-nal. Bejön Zétény, és ezt tudta kontrázni, és tud érkezni a feltörekvő. Így is van, Boldog a kötélre is esik. És most, Zétény.
drop down, leapfrog, és megvan, hatalmas, hogy hip toss. Azért én bizony. Élvezi ezt a pillanatot, de már nem sokáig, mert jön Boldog Brown hátulról. A parti állatnál van a súlyos erőfölény, és ezt nem... Tehát, hogy ez nem mutatkozik, tehát, hogy... Ezt kiválóan lehet látni. És itt kijött egyébként a tapasztalatlanságból adódó hátrány az érténynek, hogy a közönséggel foglalkozott. És hát ugye ezt ki tudta bőven használni a Bolo Brown. Oldalma az értény ezzel próbál visszatámadni, így van. Ezért egy hatalmasat küzdött a Vendettán, és garantálom, hogy itt is hatalmasat fog küzdeni. Tényleg óriási szíve van neki, ez az egész az, amit úgy hívom, hogy pankráció. Most jön Boldó. Meg tud indulni a parti állat. Zétény a sarokban, és Boldó most mire készül, te jó, hogy felteszi a felső kötélre Zétényt, és onnan pedig egy hatalmas nagy DDT Boldó Browntól. Azt a mindenségét neki. Tussra megy a parti állat, nézzük. Nem jön össze neki. ZT még ki tudott rúgni kettőnél. A Boldog mutatja, hogy már ebből elég volt. Elege van. Ajaj, de ZT azért még vissza tud támadni ismét. Érkezett csoppal, és sokkal nagyobbat kap vissza a parti állattól. Ajaj, de most ezzel az ütéssel csak felbűszítette, feltüzelte a Boldog Brown ZT-t, és most adok kapok. A ZT nem hajlandó lent maradni. Jön Boldog, de nem, mert most jön ZT-n. Így van, nem. Oh, most Boldog Brown ZT-n torkára támad. Majd pedig te vagy fennyanába, hogy a ZT-n hatalmas, meg térdes. Hatalmas, meg térdes Boldog Browntól. Mert pedig most mire készül a parti állat, behúzza a ring közepére ZT-n, és most, ojaj, oh ne, betalál a Gutsman Powerbomb Boldo Brown-tól. Push helyzet, és ennyi volt a mérkőzés. Boldo Brown legyőzi ZT-t. Hát igen, itt betalált a térdes, és szerintem már itt meg lehetett volna Boldónak a három, de... Gutter Powerbomb-ba egészen biztos, hogy nem ez Boldog Brown-nak a három. És most ünnepelt a parti állat, mert ezt a mérkőzést meg tudta nyerni. Kérem szépen. Hát így van. Az ZT-n ugyancsak minden mérkőzött az ügy érdekében, és biztoshatatlan, de végül a parti állat Boldog Brown a győztes. És akkor most pedig érkezik a ringbe nem más, mint sem a jelenlegi táska tulajdonos, aki nem más, mint sem a kimért és pontos veterán, egy korábbi kétszeres Evolution bajnok, Szabó Tamás. Így is van, érkezik a ringbe Szabó Tamás, aki ugye nem volt neki mérkőzése a Vendettán, de attól függetlenül most itt van Szabó Tamás. Hát lássuk, hogy mit szeretne mondani. Ha nem lesz mérkőzés, aki megy egy pontos veteránnak, de valami szeretett volna szólni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit. Mi az, ami szeretne elmondani itt ma nekünk? Szabó Tamás, a jelenlegi táska tulajdonos, azt a táskát a Vídeos Novemberen nyerte meg. Pontosabban a Vídeos November 7-en. Nyerte meg Szabó Tamás. És hát azzal kezdve fogjátok be, ugyanis a kimértes pontos veterán, a táska tulajdonosa, a legveszélyesebb ember minden bajnokra nézve, azaz én, Szabó Tamás, visszatértem. Fújhattok, ahogy csak akartok, de ez az igazság. Én vagyok a legveszélyesebb ember minden bajnokra nézve, ugyanis nálam van a táska. Az a táska, amit bármikor beválthatok,
vagy egy Revolution, vagy egy HCV bajnoki címmeccsre. Ajaj! Erre viszont érkezik a legbiztosabb tipp. Hős Antal, ahogyan hallom, így is van érkezik. Antal, tehát mit szeretne? Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Mit szeretne vajon most Hős Antal? És mi lesz Szabó Tamástól? Na, erre kíváncsi lennék, hogy ebből mi lesz. Na, hát érkezik akkor a legbiztosabb tipp, akinek a közönség, a csapata, és ez a csapat maximálisan mögötte van. Egy korábbi Revolution bajnokról beszélünk, korábbi kétszeres Revolution bajnokról beszélünk Antal személyében is. A VR-novemberen veszítette el azt a bajnoki címet Milán ellen, aztán az áttörésen csalás miatt elveszítette a visszavágót, és azóta pedig Milán nem akar neki több lehetőséget adni a Revolution bajnoki címre, bocsánat. Nem akar neki több lehetőséget adni. Csau az egész csapatnak és neked is, Tamás. Jól hallottam, hogy az imént azt mondtad, hogy nálad van a táska. Tudod, amivel bármikor kaphatsz címmérkőzést? Kérdezi ezt Antal. Azért, hogy minél előbb eltűnjen, válaszolok. Igen, Antal, ezt mondtam az imént. Akkor most nálad van? Kérdezi Antal. Igen, Antal, nálam van. Tessék, megválaszoltam másodjára, csak hogy te is megérd. Tudok bármiben még segíteni? Na, ami azt illeti, tudnál nekem segíteni. Hozd már ide azt a táskát, hadd nézzem már meg. Mi lesz ebből? Minek neked a táskám? Kérdezi Tamás. Meg akarom nézni, hogy nincs egy véletlen ráírva a nevem, mert tudod, a táska most pont kapura jönne Antal papának. Mert a táskával végre lehetőségem nyílna szétverni annak az idióta Milánnak a fejét, és vissza tudnám szerezni a Revolution bajnoki kupát. Mondja ezt Antal. Hát már mindent értek. Te komolyan azt hitted, hogy én majd csak úgy odaadnám neked a táskámat? Te teljesen megvesztél? Kérdezi Tamás. Hát ami azt illeti, el akartam vele rohanni. De ebbe most nem menjünk bele. De nyugi Tamás, nem kell odaadnod a táskát, el is vehetem tőled azt. És én mégis mire feladnék neked egy lehetőséget? Hülye lennék egy ekkora tapló palasztnak adni egy lehetőséget, mint te? Hogy mire föl? Tán arra föl, hogy ha emlékszel, akkor Antal papa téged már egyszer szarrá vert, ja és tényleg, ezzel együtt elvettem tőled a Revolution bajnoki címedet. És azóta pedig te más sem csinálsz, mint hogy pampogsz állandóan arról, hogy te ilyen meg olyan veszély vagy minden bajnokra nézve. Mi van, Tamás? Csak nem kompenzálni akarsz valamit? Ojaj! Na jó, ebből elég legyen. Meccset akarsz? Akkor megkapod. Te és én találkozunk a dicsőség napján, a tét, a táska, de garantálom neked, Antal, hogy ezt te még nagyon meg fogod bánni. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen mélyre fog menni. De hát, akkor talál a dicsőség napján, ahol új tulajdonosod lesz a táskának, Antal papa személyében. Hú, hát itt gyorsan eszkalálódtak a dolgok. Hát úgy érzem, hogy Hős Antal sikeresen felgyűjtette Szabó Tamás, és Szabó Tamás így mérgében adta meg ezt a címmérkőzést, vagy címmérkőzéset, hogy végül is igen, a táskáért való lehetőséget Hős Antalnak a dicsőség napjára. Hát kérem szépen, akkor a legbiztosabb tipp most el is hagyja a ringet. És most pedig jöjjön a mai Underground főmérkőzése, amelynek az első részvevője nem lesz más, mint soha megtörődetlen gyíkember, Maverick. Az a Maverick, aki a Vendettán legyőzte a korábbi tag team partnerét, Chris Dice-t. Tehát ugye ez azt is jelentette, hogy ez is jelenti, hogy ugye a Blood Money ezt nem fogja annyiban hagyni, legalábbis nem szeretné ezt annyiban hagyni, úgyhogy mivel legyőzte Maverick Chris Dice-t, ezért a mai ellenfele Stab lesz, ugye a Blood Money. Ezt tényleg nem akarja annyiban hagyni Mavericknek, a megtörődetlen gyíkembernek, ki egyébként egy korábbi Revolution bajnok itt ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben. No, hát így van, ez lesz így a mai főmérkőzés az Undergroundnak, Maverick már a ringben.
és érkezik az ellenfele, nem más, mint sem, ugye szokásosan cement kíséretében érkezik a ringbe, ezúttal nem Chris Dice, hanem Steve érkezik a ringbe, így is van. Blood Money, ugye Steve és Chris Dice egyébként voltak már korábban HCV Tekken bajnokok ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben, de mostanság cement a pénzt jobban látja abban, hogy egyénileg próbálkozik a Blood Money gyakorlatilag. Tehát igen, így van. Hát lássuk, mi lesz ebből. Kíváncsian várom, igazság szerint ez a mérkőzés. A Steb mit fog tudni kezdeni Maverick ellen? Ugye hát ott van a fegyvertény, hogyha Steb mellett ott van cement, amellett, hogy egyébként kiváló striker Steb, amellett ugye hát azért cement azért csak olyan csapat van mellette, aki bármikor be tud segíteni, ha úgy adódna a szituáció, ami egy nagyon nagy fegyvertény ebben a szituációban. Meglátjuk, hogy Maverick tud-e valamit ez ellen kezdeni. Kíváncsian várom tényleg. Na hát akkor el is kezdődik ez a mérkőzés. Egyből a Steb meg is indul a Maverick-re, de nem sikerül neki jön Maverick, de nem most jön Steb. És most Steb. Price Fighter meg tudott indulni, de most jön Maverick azt a mindenségére clothesline-nal. Küldi a sarokba Stebet, és ott van egy hatalmas nagy forearm. És egy hatalmas egy dropkick is. A Weekendertől. Maverick pedig most mutatja Stebnek, hogy akkor jöjjön. Olyan, hát bizony jött Steb egy hatalmas egy térdessel. Majd pedig küldje a kötélre Mavericket, és egy swinging neckbreaker. A Price Fightertől. Aki folytatja Mavericknek a támadását. Na most Mavericket most tudta kontrázni, most tud visszajönni a gyíkember. Így van. Steb lehet a bajban, hiába az előbb meg tudott jól indulni. Küldi Maverick szemet a szemközti sarokba, ahol bizony elkezdi bombázni Stebet hatalmas egy csopkokkal. Hatalmas egy ütések Mavericktől. És taposások egyaránt. A gyíkember nagyon meg tudott most indulni, kérem szépen. Egy is van, ezek abszolút Maverick pillanatai. Steb pedig az apronnál. Próbál teret nyerni, és ez most sikerülhet is neki. Ott egy jó ég! Maverick torkán lerántja a felső kötélbe. És most elkezdődj a pálni Mavericket. Majd pedig folytogatja. Hát Steb célba vette Maverick torkát, ahogyan látom így ezek szerint. Most tussra megy, de ez még csak kettő volt. Éppen hogy csak kettő volt? Ó, de a könnyököt most durván betarált. Ismét megpróbál tussra menni Steb. Hoppá, és most a köteleket is használja, de a bíró észreveszi. Hát ugye, hogy nem lehet tussra menni, hogy a köteleket használó segítségül. Ugye szabályba ütközik. És hát most Maverick meg tudott így ezáltal indulni. Ó, de most Steb kontrázik, te jó ég, és beválja Maverick-et a sarokba, és elkezdő most ott bombázni a csopkokkal a Price Fighter. Majd egy hatalmas nagy forearmmal érkezik Steb, és folytogatja Maverick-et a sarokba, míg a másik sarokban pedig cement leszette a sarokfárát. Hát Stebet nem nagyon érdeklik annyira a szabályok, és te jó ég, most mindenkinek azt a mindenségét
Maverick-et belevágja a sarokba, ahol ahonnan cement leszette a sarokpárnát, így a vassal találkozik Maverick, de kirúg még így is a gyíkember. De így technikailag ez nem ütközik szabályba, vagy szabály ellenségbe, mivel csak Maverick beleesett a tárgyba, vagy az adott ugye sarokba. Nem pedig Stab volt az, aki megütötte azzal az adott eszközzel. Tehát ezt így tudnám leírni, hogy ezt a szabályt gyakorlatilag emiatt nem jár azonnal egy diszkvalifikáció emiatt, de kétségek kívül nem a leg tisztább húzás, maradjunk annyiban. Most már még próbálkozni nem tud. Stab meg tudja tartani az irányítást ellenben. Felrakja Maverick-et a felső kötél és egészen egyszerűen leküldi Maverick-et a felső kötélről. Stab a ringen kívülre. Maverick hatalmasat esik. A megtörelemben gyíkember bajban. A bíró pedig számol. Ha eljut 10-ig a bíró és Maverick még mindig kint lesz a ringből, akkor az ugye kiszámolásos győzelem Stabnek. 4-nél jár. 5-nél jár a bíró. Próbálna visszamenni Maverick, és most talán sikerülhet is neki. Így van. De jön Stab azonnal. Azonnal jön Stab vissza. Elég volt már csak annyi idő is Stab számára, ami Maverick visszalép a két kötél között a ringben, már is elveti magát. És most pedig a köteleket használja, ez sem valami tiszta húzás Stabtől, de ez a hatalmas nagy térdes betalál kőkeményen. Itt lehet a vége, de nem, Maverick valahogyan ki tud rúgni. De hogy a fenébe? Ez itt a kérdés. A Maverick tényleg megtöredetlennek, Maverick tényleg megtöredetlennek bizonyul itt a mai undergroundon. Ott egy jó és hatalmas dupla talpba szólal bele Stab. Ez most érkezik Maverick, és most megvan a coastline, majd pedig még egy gyík embertől. Elkapja Stab lábát, a másikat pedig kisöpri. Stab a földön, Maverick pedig készen áll és készül valami nagyra, és ott van a backstabber Mavericktől. Betalál kőkeményen tus helyzet, de nem, Stab ki tud rúgni. Szemben pedig szitkozódik a ringen kívül éppen. Ajaj, de most Stab tud kontrázni. Küldi Maverick-et a kötélre, jönne, de nem tud. Szemben pedig ismételten leveszi a sarokpárnát a sarokról. Míg Maverick többet talált a boldogért, most pedig cement elvonja Maverick figyelmét. Elkezd aki magyarázni. De nincsenek nagyon szavak ezzel a Stabber, míg össze tudta magát szedni, és így van, tud is érkezni. És te jó ég, Maverick ismételten találkozik a vassal. De Stab most nem megy tussal, hanem készül azonnal befejezni. Jönne, de nem tud. Maverick, felkapja Stabet. Te jó ég! És betalál a Maverick Driver! Betalál a Maverick Driver a gyíkembertől! És megvan Mavericknek ez a mérkőzés! Hiába cement összes piszkos húzása, hiába Stab összes piszkos húzása! Maverick megtöredetlen! Itt a mai undergroundon! És be is tudta húzni ezt a mérkőzést, ismételten egy kudarc a Pládomani részére, és ismételten egy nagy-nagy győzelem a gyíkember számára. Maverick tényleg bebizonyította ma ismét, hogy miért ő a megtöredetlen gyíkember. Maverick az Underground a főmérkőzésének a győztese.